Sziasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Új időpontban, de a régi tartalommal, itt Twitch-en legalábbis. Hát kezdődnek ezek az esti streamek, ugye átálltunk egy másik időpontra, Twitteren írtam, hogy miért. Úgyhogy most már esténként lesz programozás is, meg játék is. Hát majd meglátjuk, programozás este az egy kicsit talán meredekebb, nyilván a játék egyszerűbb lesz. Jó, úgyhogy itt vagyunk, valószínűleg ez amúgy az őszi időszakra is így marad. Annyiból lesz ez jó, hogy így akkor nem kell átállnunk ősszel megint egy új időpontra, vagy egy új menetrendre, bár erről majd beszélgetünk akkor, ha odaértünk, jó? Úgyhogy most itt vagyunk már este, és folytassuk is. Ami, ugye mutatom is, hogy itt hagytuk abba, így van, ugye elkezdtünk megírni itt a grafikus objektumokat, és ennek kapcsán néztük meg ugye a két osztályt, ugye a line-t és a lines-t. Ugye a line az egy sima vonal, értelemszerűen a lines pedig hát valamilyen több vonalból álló alakzat. Például egy grid, talán egy példának néztünk is egy gridet a múlt alkalommal, és itt is fejeztük be tulajdonképpen múlt héten. Jó, ugye akkor innen folytassuk. A mai alkalommal szépen haladunk tovább a többi ilyen alakzattal. Megpróbálunk eljutni egészen az image-ig. Meglátjuk, hogy haladunk. Valószínű még fog maradni péntekre is pár apróság, akkor azt megnézzük, és akkor jövő héten most már végre megnézzük ezt a shape osztályt, és beszélgetünk majd arról, hogy ez az egész öröklődés, meg kiterjesztés, meg osztályhierarchia, meg egy csomó minden más egyéb ennek kapcsán hogyan is működik itt C++-ban. Jó. Úgyhogy akkor folytassuk is, ugye a következő az az Open Polyline lesz. Csak ránézek a jegyzeteimre, hogy elcsúszszak. Ugye ez az Open Polyline tulajdonképpen annyit tud, úgymond, hogy ez egy ilyen hát tört vonal. Talán emlékeztek, még óvodában volt ilyen, hogy közd össze a pontokat. Na hát ez körülbelül olyasmi lesz. Igazából semmi különöset nem kell itt mögé képzelni, de azért nézzük is meg. Jó. Úgyhogy nyilván ez is egy sima struktúra lesz, ez az Open Polyline nevű, ami megint csak a shape osztályt fogja kiterjeszteni, nyilván mert ez is egy alakzat. Jó? Mondom, hogy mi is ez a shape, ezt majd megnézzük jövő héten, mert ott jövő héten akkor jobban elmélyedünk ezekbe az elméleti részekbe is. Na. Egyrészt akkor itt legyen egy alapértelmezett konstruktor, hogy létre tudjuk hozni üresen is, illetve hát hasonlóan, mint a shape-nél is van, legyen egy ilyen inicializáló listás konstruktor is, ahol pontokat tudunk neki átadni paraméterül. Ugye egyrészt itt csinálhatjuk azt, hogy használjuk a shape osztálynak a konstruktorát. Így van. Igen. És majd megírjuk, hogy pontosan ez hogyan is működjön. Bár így is jó szerintem, hogy a shape osztály. Így van, igen. Jó. De menjünk is tovább. Kelleni fog nekünk egy add függvény, megint csak hasonlóan, mint a lines-nál. Ugye itt akkor most ez esetben pontokat tudunk majd hozzáadni, és itt megint csak használjuk az ősosztálynak a függvényét. Igazából itt nem kell olyan különösebben túlbonyolítani, illetve legyen egy drawlines függvényünk. Ezt viszont majd megírjuk, mert itt ezt nyilván felül kell definiálnunk az alap shape osztálybelit. Sőt, azt szerintem kötelező is, de majd, hogyha odaérünk, akkor átbeszéljük. Jó. Hát, úgy nagyjából a Open Polyline-nál ennyi, de akkor nézzük meg ezt a drawlines függvényt.
Ugye beszéltük azt, hogy igazából ez ilyen connect the dots jellegű dolog lenne, tehát ahogy hogy kösd össze a pontokat tulajdonképpen, és akkor ezt kell nekünk itt megírni, de első körbe ugye csak csináljunk annyit, mert hívjuk majd az ősosztálynak a drawlines függvényét, de nyilván akkor, hogyha látható. Jó. Ugye ez a visibility függvény azt adja vissza, hogy látható-e vagy nem látható az adott alakzat. Nyilván, hogyha látható, csak akkor rajzoljuk ki. Így van. Viszont nyilván itt már nekünk le kell nyúlni a belső library-hez, tehát a Fultic library-hez, és tulajdonképpen azt kell használnunk, hogy ki tudjuk rajzolni ezt az alakzatot. Úgyhogy akkor ezt nézzük is meg. Ugye megint itt csak kifezgetjük, hogy nem vidi, hanem visibility. Tehát hogyha ha megint csak látható, de tényleg ez csak egy ilyen alap dolog, nyilván akkor ne rajzolgassunk, hogyha az alapszín az nem látható. Jó. És csináljunk már annyit, hogy csak a szint állítsuk be. Igazából itt ilyen fill color-t is adunk, de alapvetően ez nem lenne fontos. De azért legyen teljes a dolog. És akkor itt kezdjük el rajzolni. Na most ebbe a Fultic-be ilyen open polyline-t, komplex polygonként kell megrajzolni, és akkor az úgy van, hogy inicializálunk egy ilyen komplex poligont, szépen végigmegyünk a pontokon, annak és arra húzogatunk ilyen vertexeket tulajdonképpen, majd amikor minden pontnál megvagyunk, akkor lezárjuk ezt a komplex poligont, és ezt pedig úgy tudjuk, hogy van ez a flbegin komplex poligon, ránézek a doksira, így van, flbegin komplex poligon, így van. Ezután szépen végigmegyünk a pontokon. Ugye itt el tudjuk kérni, van egy függvényünk, ez a number of points. Ez ugye a shape osztályon belül van, majd megnézzük ezt is. És hát nyilván megyünk szépen egyesével. És ezzel a FR Vertex függvénnyel szépen hozzáadogatjuk ez a alakzathoz az egyes pontokat. Ami itt ugye esetünkben ugye a point függvénnyel tudjuk elkérni, és ugye az ijedik pontnak a X koordinátáját, valamint a ijedik pontnak az Y koordinátáját. Jó. És akkor így fogja szépen húzni nekünk ezt a vertexet, vagy hát ezt a komplex poligont, talán így pontosabb. Elnézést, ha kicsit pontatlanul fogalmazok, ahogy mondtam, a grafika nem az én területem. Jó, és akkor itt, ha készen vagyunk, akkor ugye a Fultic függvény hívásával lezárjuk ezt a komplex poligont. Jó, rendben van. Oké. Na most még egy ilyen technikai dolog, csak hogy ugye a Fultic library se menjen el teljesen, hogy annyit még meg kéne tennünk, hogy a színt visszaállítjuk az alapértelmezetre. Ez tényleg csak ilyen erősen adminisztratív dolog. Fogunk majd erről is beszélni, hogy ez miért is szükséges. Na, hát reméljük, hogy jól dolgoztunk. De próbáljuk ki, hiszen a puding próbálja az evés. Na most itt ugye egy Open Polyline nevű objektumot csinálunk, legyen a neve OPL. És ugye van inicializáló listás konstruktora, úgyhogy akkor használjuk azt. Egy pont, akkor legyen még egy pont.
még egy pont. Mindegy, igazából csak valami olyan koordináták kellenének, amik úgy nagyjából látványosak, bármilyen teljesen mindegy. Jó. Rendben van, és akkor a szokott módon ezt csatoljuk föl a screenre. Pontosabban a window-ra. Na, és akkor nézzük, hogy működik-e. Itt a fordítási parancsot kikopipésztelem. Oké, és itt vagyunk. Na, lássuk. Szokásos. Igen, ez mindig lemarad. Ahogy mondtam, ez mindig a ez már akár a védjegyem is lehetne. Jó. A program lefordul, futtassuk is. És itt kirajzol nekünk egy ilyen open polygont. Érdekes, hogy adott neki fill color-t. Ezen majd hackkelünk, mert elvileg ennek nem lett volna szabad adnia. De hát ez most valamiért adott. Ugye ennek egy sima vonalnak kéne lennie, és itt adott neki egy ilyen fill color-t. De mindjárt kidivagoljuk, hogy mi lehet a gond. Na, lássuk. Itt nem color kell, hanem fill color, bocsánat. Igen, elnézik. Mert ugye a color az a vonalra vonatkozik. Jó, fordítsuk újra. Így van, most már jó. Hát remélem jól látszódik a videón is, hogy ugye egy sima ilyen tört vonal. Van 4 pontunk, és akkor ezeket így összekötöttük. Hát, nagyon bonyolult. Jó. Ugye amit itt látni kell az, hogy ennek a library-nek, ugye használtuk a tesszivat engem. Na akkor még egyszer. De még most már jó. Oké. Okay. Tehát a library-nek használtuk így simán ezt a komplex polygon vagy a vertex rajzolók is beépített függvényeit. Ami itt látszik az, hogy ezeket a függvényeket így szépen elrejtjük. Tehát az, hogy adunk egy ilyen nagyon elegáns kis, ugye itt a header file-ok, tényleg a header file-ban minden benne van. Van üres konstruktor, inicializáló listás konstruktor, ugye van az add függvényünk, meg van ugye a drawlines-unk, de nyilván a drawlines-t az hívja szépen az ősosztály. És innentől kezdve tényleg csak annyi a dolgunk, hogy elkészítjük, attach-eljük, az attach-be hívjuk majd mi a drawlines-t, és készen is vagyunk. Jó? Tehát nem kell nekünk vacakolni azzal, hogy ilyen FL color, begin color, stb. Hanem szépen adunk egy ilyen nagyon letisztult, egyszerű kis felületet. Oké is. Na. Ó, közben Dr. Mightboy, nagyon szépen köszönöm a 4 hónapot. Köszi szépen, haver, köszi. És köszi, hogy itt vagy és nézed az adást. Jó, rendben van. Na. Oké, és jó. Na. Menjünk is tovább. A következő az a closed polyline lesz. Igazából az annyi, hogy be is zárjuk ezt a kis polylinet, és akkor szépen lassan megyünk a poligon fele. Szépen lassan megyünk. Hát igen, Marboy, néha olyan fura dolgok történnek itt Twitch-en. Már a Twitch-el is. Ja. Oké, okay, szóval menjünk tovább, és akkor nézzük meg ezt a closed polyline-t. Ugye ez annyiban lesz, hogy nem csak ilyen nyitott lesz, hanem ezt így be is zárjuk, ami azt jelenti, hogy az utolsó pontját összekötjük az elsővel. Ennyiben lesz egy kicsit másabb ez a closed polyline. Ugye megyünk a polygon fele, majd beszélni fogunk arról is, hogy az miben másabb. Jó, úgyhogy akkor nézzük is.
Ez viszonylag egyszerű lesz. Igen, így az autocomplete oda teszi meg a pontos veszélyt, úgyhogy nem nekem kell. Oké, és jó, tehát van ez a closed polyline, ami most nem a shape osztályt, hanem az open polyline osztályt fogja nekünk kiterjeszteni. És igazából itt alapvetően ugye a drawline függvény lesz egy picit több annál, mint eddig. Egy nagyon picit. Az összes többi az az open polyline lesz. Így csináljunk egy olyat, hogy használjuk az open polyline-t. Ez azt jelenti, majd kicsit részletesebben jövő héten fogunk erről beszélni, hogy használjuk az open polyline osztály konstruktorait. Úgy nagyon konyha nyelven. Jó? Oké. És ami egy kicsit plusz kell nekünk, az a drawlines függvényben van. Ezt fogjuk most mindjárt elkészíteni és megírni. Így van. Tehát itt ezzel tényleg annyit mondunk, hogy használjuk az Open Polyline függvény konstruktorait, ugye az alapot, illetve ezt az inicializáló listás konstruktort. És nyilván majd így is fogjuk tudni ezt elkészíteni, ezt példányosítani. Jó. Na írjuk meg akkor ezt a drawlines-t, nézzük meg, hogy hogyan is néz ez ki. Alapvetően egy viszonylag egyszerű, tehát viszonylag egyszerű dolgunk van. Hiszen tényleg csak annyi a dolgunk, hogy egyrészt hívjuk az Open Polyline-nak a drawlines függvényét. Nyilván, mert ugye ugyanúgy meg kell húznunk a vonalakat, tehát ugyanazok a pontjaink vannak, ugyanúgy húzzuk a vonalat. Ahogy említettem, annyival több, hogy az utolsó pontot összekötjük a legelsővel. Így van. Jó, és akkor ennyivel bővítjük ki. Ugye megint itt kifezgetjük a színt, hogyha ugye ez látható, akkor csináljon annyit nekünk itt a Fultic Library, hogy húzzon egy vonalat, és hol húzzon a vonalat, ugye point függvénnyel kérjük az utolsót, ugye ez a number of points minusz 1 lesz, és annak az x koordinátája, kiteszem nagyban, mert ez hosszú lesz, tehát annak kell az x koordinátája. Ugye kell a utolsónak az y-ja, hát itt most egy pici copy-paste lesz, reméljük nem rontjuk el, illetve kell a legelső, az pedig a point 0.x és a point 0.y. Ugye, tehát akkor kell az utolsó. Így van, ez az, amit utoljára adtunk hozzá, annak az x-e, kell a utolsónak az y-ja, illetve az első x, első y. Jó, hát ez az FL line, annyit csinál, hogy húz egy vonalat a két pont között, amit ugye négy integer paraméterként kell neki átadni. Jó. Na de próbáljuk is ki. Hát itt most annyit csinálok, csalok egy kicsit, mert ez most akkor legyen closed. Ugye ugyanezekkel a pontokkal, és ezt fogjuk etecselni, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Fordítsuk, és futtassuk. És itt látjuk, hogy szépen bezárta nekünk itt ezt a kis polyline-t. Tényleg tulajdonképpen csak annyi történt, hogy itt az utolsó pontunkat összekötött az elsővel. Még mielőtt tovább menjünk, egy dolgot még nézzünk meg. Vegyünk már még fel ide egy pontot. Hát most random beírok valami hülyeséget. Hát
mondjuk legyen 150 és 50, csak ilyen teszt jelleggel valamit meg akarok mutatni. Hát persze, hogy nem. Akkor fordítva. 50 és 150. Na, itt már tökéletesen látszik. Jó, na, ez egy closed polyline. Látjuk, hogy itt, hát ugye ez a... Ez az utolsó, igen, ez az utolsó, ez meg az első pont. Ugye? Jó, mondom. Ugye van itt egy ilyen, hogy 50-150. Hát, 50-150, igen, ez az utolsó pont. Ugye a 100-100, az meg, hát mondjuk nagyjából ez. Tehát ez az első, ez az utolsó pont, és így szépen összekötötte nekünk, és ott ugye van egy ilyen, hát úgynevezett intersection, amikor két ilyen vonal keresztezi egymást. Na most, ugye ami itt probléma, hogy ez egy closed polyline-nak rendben van, de polygonnak már nem. Jó? És ez lesz a következő ilyen alakzatunk, a polygon. Ugye a polygonnak az a lényege, hogy hát sok más egyéb mellett biztos nagyon sok lényege van, de az egyik olyan, hogy ilyen kereszteződések nem lehetnek benne. Jó? Tehát nem lehet így ilyen kereszteződéseket beletenni. Úgyhogy most fogunk egy olyan closed polyline jellegű osztályt csinálni, ami ki küszöböli ezeket a kereszteződéseket. Na most, amit itt én meg fogok mutatni, ahogy mondtam, minden forráskód fönn lesz GitHub-on, nem fogom most azt megmutogatni, meg elmagyarázni, hogy hogyan kell egy ilyen algoritmus megírni, ami ilyen vonalakról megmondja, hogy azok keresztezik egymást, vagy nem. Egyrészt már baromi unalmas, másrészt még nem ezért vagyunk itt. Egyébként itt meg van írva már, így van, tehát itt szépen elkészült. Jó, rettenetes, csak szólok, csak használni fogjuk. Jó, úgyhogy tényleg most csak erről lenne szó, hogy tényleg ezt implementáljuk. Úgyhogy akkor menjünk is tovább a poligonra. És nézzük is meg, hogy ezt hogyan kell. Tehát ez a sima poligon. Itt most a closed polyline osztályt fogjuk kiterjeszteni. Igazából itt megint csak ugyanaz, mint az imént, hogy használhatjuk a closed polyline osztálynak a konstruktorait. Ugye két dolgot kell felüldefiniálnunk, egyrészt a drawlines-t, bár azt lehet, hogy mondjuk nem lenne feltétlenül muszáj. Talán annyiból igen, hogy ugye két pontból closed polyline-t, hát logikailag fura lenne csinálni, de mivel ott nem hiba kezeltünk, ezért hiba kezeljünk most itt. Tehát kicsit kibővítjük, ugye open polyline-t lehet két pontból is csinálni. Mondjuk closed már nem biztos, hogy lenne értelme, de ott nem csináltuk meg a hiba kezelést, akkor csináljuk meg itt a polygonnál. Ugye polygon legfeljebb 3 pont. Legalább 3 pont kell, hogy legyen. Úgyhogy emiatt a drawlines-t is felül fogjuk definiálni. Illetve amit még kell, ugye, tehát magát a hiba kezelést, a kereszteződéseket az add függvénybe fogjuk elkészíteni. És majd, hát igen, mondjuk a konstruktorba is jó lenne, de legyen most az add függvénybe. Jó? És akkor ott fogjuk ezt megnézni, hogy hogyan is tudjuk ezt a fajta hiba kezelést elvégezni. Jó? Úgyhogy akkor, ahogy mondtam, kell az add függvény, ahova ugye pontokat tudunk adni, illetve kell a drawlines függvény, és a struktúra végére pontos veszély, az nagyon fontos. Jó, na és akkor nézzük meg, hogy ezek hogyan is néznek ki. Hát először simán csak a drawlines-al, mert
Tényleg az az egyszerűbb. Ugyanis itt ugye használjuk a closed polyline-nak a drawlines függvényét, tehát simán csak hívjuk, de csak akkor, hogyha a pontok száma nagyobb, mint 3. Egyébként kiírunk egy hiba üzenetet. Kevesebb pont. Hát, nem túl beszédes, de ez így most elegendő számunkra. Jó. És akkor nézzük meg ezt az add függvényt, ami hát még lehet, hogy ezt is jó lett volna előre megírnom, mert már ez maga is egy eléggé ilyen hát nehezen átlátható dolog. Ugye pontot adunk hozzá. És egyébként valószínű ezt is fogjuk most használni, mert a inicializáló listás konstruktorban nincs megírva, azt meg kéne pedig írni. Na majd megírjuk. Mert mondjuk az meg az addot hívja, de csak nem ezt az addot. Na mindegy, kihiba kezeljük majd ezt. Ugye először is megnézzük azt, hogy hogyan is csináljuk. Tehát meg kéne nézni azt, hogy hány pontunk van eddig. Mert mi van, hogyha kétszer akarjuk ugyanazt a pontot hozzáadni? Hát azt ne engedjük. Kérdezzük le, hogy hány pontunk van. És az első ilyen hibakezelés az az legyen, hogy ha már van benne pontunk, akkor nézzük meg azt első körben az, hogy amit most hozzáadunk, az ugyanaz-e, mint az előző. Ó, tehát ez a P pont, ez ugyanaz-e, mint amit előzőleg hozzáadtunk, mondjuk. És akkor itt megint csak hívunk egy ilyen error függvényt. Már létezik ez a pont, és akkor hát tulajdonképpen ezzel ezt le is tudtuk. Ez nem feltétlenül olyan érdekes, pontosabban lényeges, de legyen meg a pontosság kedvéért. Jó, és akkor itt jön az a rész, ami hát nem a legszebb, hogy megnézzük, hogy egyrészt párhuzamosak-e, illetve az, hogy keresztezik-e egymást ezek a vonalak. És akkor erre bevezetünk itt egy ilyen bool változót, ugyanis van nekünk ez a line intersect függvényünk, ami megmondja 4 pontról, tehát 4 pont alapján, hogy azok párhuzamosak lesznek-e vagy sem. És akkor mi legyen ez a 4 pont? Ugye egyrészt legyen ugye a előző, legyen az aktuális, amit hozzá akarunk adni, illetve legyen az előző előtti és az előző. Ugye? Igen. Ezt a line intersect függvényt tényleg nem akarom most itt nagyon fejtegetni, mert tényleg nem ez a... Igazából ezt a részt is megírhattam volna előre, és akkor ezzel is spóroltunk volna valamennyit. Mindegy, az tényleg csak ennyit ad vissza, hogy ez most párhuzamos-e vagy nem, és hogyha beállítja ezt a változót, akkor egyszerűen dobunk egy ilyen hibát. Ugye ez az, hogy tehát tulajdonképpen az, hogy ezek a pontok ugyanazon a vonalon vannak-e. Nyilván, mert akkor az úgy nem lesz jó. Tehát két pont
ugyanazon a hát vonalon, vonalban tulajdonképpen. Jó, ez az egyik. És akkor ez alapvetően így ennyi is lenne. Ugye a másik pedig az, hogy az egyes vonalszegmensek keresztezik egymást. Erre is van, de mindjárt akkor ezt nézzük is meg. Itt ugye szépen a pontokon megyünk végig. Nehéz egyszerre írni és beszélni. Ugye szépen megyünk végig a pontokon. Hát legyünk már konzekvensek, mert csak a kavarodás lesz. Jó, tehát szépen megyünk végig, és ennek egy ilyen pontot kell majd átadni. És ez pedig, ez a line segment intersect függvény lesz, és ezeknek is tulajdonképpen 4 pontot kell átadni, de ugye szépen végig fog menni tulajdonképpen a pontokon. Tehát első körben odaadjuk neki az utolsót tulajdonképpen, odaadjuk neki az aktuálisat, amit hozzá akarunk adni, odaadjuk neki az előzőt, ugye itt a ciklus, amit meghatároz, az szerint az előzőt, illetve odaadjuk neki az éppen a ciklus szerint aktuálisat. Jó? Átadjuk neki ezt a ignore pontot, és akkor tulajdonképpen ez a függvény vizsgálja azt, csak itt eszem nagyba, csak ez a függvény vizsgálja azt, hogy van-e kereszteződés. És hogyha van, akkor egész egyszerűen kiírjuk, hogy kereszteződés a poligonban. Így elegánsan magyarul. Hát reméljük, hogy jól csináltuk. Tehát ugye ez a hibakezelés, és hogyha minden rendben van, akkor hívjuk a Closed Polyline-nak az add függvényét, és hogyha a pontunk rendben van, akkor hozzáadjuk a poligonhoz tulajdonképpen. Jó, rendben van. Na! Hát ezt itt én most szerintem kiszedem, mert ez most nem fog kelleni. Csak gyorsan fordítok egyet, hogy magába definícióban ne legyen hiba. Na nézzük. Szóval mondja, hogy csak rápillantok, itt van valami hiba. Igen, itt lemaradt egy ilyen, hát itt is. Igen, az esti programozás az mindig érdekes. Jó, és még itt van egy ilyen, hogy... Még egy lemaradt. Jó, na reméljük most már azért jó. Oké, és na és akkor most már tudunk csinálni egy példányt. És itt most nem a... Tehát most itt az üres konstruktort használjuk, nem az inicializáló listását. És akkor itt szépen adogatunk hozzá pontokat. Valahol fölírtam magamnak, hogy milyen pontokat kéne hozzáadni, hogy ez látszódjon. Így van.
Oké, és jól emlékszem, így kell a pontot hozzáadni, már nem is emlékszem. De úgyis mindjárt kiderül. A point, akkor a másik a 150-200 lesz. Ez 250-250. Ez pedig 300-200. Jó, megint fölcsatlakoztatjuk. És nézzük, hogy működik-e. Jó, és futassuk. Aha. Igen, ez kellemetlen. Már is megnézem, hogy mi lehet a gond. És ugye akkor ez egy poligon típusú objektum lesz. Igen. Jó. És akkor futassuk is. És akkor látjuk, hogy ezt itt szépen ki is rajzol nekünk. Hát most éppen pirossal. Jó. Mert hát most így alakult. Jó. Hozzáadom ezt a pontot. Ez valahol, hát valahol már olyan helyen van, ahol nem kéne. És amikor futtatom, akkor itt dob nekünk egy ilyen kivételt, hogy itt kereszteződés van. Jó? Tehát, hogy ez így nem oké, mert ez a pont valami, tehát egy olyan pontot jelöl, ami a egyenes keresztezi egy másik egyenes. Jó? És emiatt nem lesz jó. Akkor, hogyha kevesebb van, akkor megint fog nekünk egy hibát dobni, legalábbis várhatólag. Igen, itt meg az, hogy kevesebb, mint 3 pontunk van. Jó? Ez egy sima ilyen runtime exception dob nekünk. Ez az error függvény, ami van nekünk, és amit itt tudunk használni. Jó. Na, úgyhogy most, hogy ezt sikerült megcsinálni, akkor reméljük tudunk tovább menni, és akkor nézzük meg, mi is a következő. Ránézek a jegyzetre. Igen, a rectangle, vagy négyszög, négyzet, igen, négyzet. Úgyhogy akkor ez következik. Szépen, hogy haladunk tovább. Ugye a rectangle, hát az most egy shape-et fogja kiterjeszteni. Egy picit, hát mondhatnátok, hogy túl van komplikálva, de hát szerintem ez így aránylag jó lesz, úgyhogy ezt itt én ki is törlöm, mert majd ide jön a rectangle. Jó, na és akkor nézzük is. Igen, és ez a shape-et fogja nekünk terjeszteni, tehát ez egy shape típusú objektum lesz. Hát ez egy picit talán hosszadalmasabb, ugye, hát mi egy négyzet, ugye van két párhuzamos oldala, pontosabban négy, de ugye azok páronként párhuzamosak, meg egyenlő hosszúak. Tudom én ezt nyilván matematikából, geometriából tanultátok középiskolába. Mi határozza meg, vagy hogyan lehet ezt kirajzolni? Hát a bal felső sarka az egyik, tehát milyen paraméterekkel lehet kirajzolni, van a bal felső sarok, illetve van egy szélessége, meg egy magassága. Úgy tetszik. Vagy meghatározza két pont is, a bal felső, meg a jobb alsó sarka. Nagyjából így néz ki a dolog. És akkor tulajdonképpen ezt kéne nekünk most így a konstruktorok szintjén is reprezentálni. Ugye emiatt akkor két konstruktorunk lesz. Lesz egy olyan, ami pontot és méretet vár. Tehát egy pontot a XY-ra, illetve egy szélességet és egy magasságot. Jó? És ezt fogjuk majd átadni két lokális változónak, ugye, mert egyrészt a magasságot, másrészt ugye a szélességet. Jó. Hát, de ne így. Legyen úgy, hogy jó.
mert mindegy, megszokás kérdése, és ide majd dobunk egy kis hibakezelést, illetve a másik, ahogy mondtam, legyen olyan, hogy két pontot adunk át. Hát az XY lehet egy kicsit megtévesztő, de mindegy. Jó. És akkor itt hogyan kéne inicializálnunk nekünk a lokális változót? Hát egy sima kivonással. Ugye a koordináták szerinti kivonással, ugye a y.x-ből kivonjuk a x.x-et. Egyrészt. Ugye a szélességre pedig a... ugyanez csak az y koordinátákkal. x.y. Így van. És majd ide is fogunk dobni egy kis hibakezelést. Jó. És lesz egy drawline függvényünk, amit majd föl kell, amit majd mindjárt megírunk. Ugye, ha már, hát, ha már vannak privát tagjaink, ami ugye két integer, semmi különös, akkor ezeket tudjuk már elkérni. Ha netán kellene. Így van. Jól írom. Ezeket mindig elírom, bocsánat, hogyha van egy kis íráshiba kerül a gépezetbe. Ez meg adja vissza a szélességet. Jó. Rendben van. Hát ez csak két getter függvény, semmi különös igazából. Na és akkor nézzük meg ezt a hibakezelést. Ugye itt igazából annyi kell nekünk. Hát nyilván se a V, se a H ne legyen negatív. Jó, tehát ez meg nulla se. Ez tényleg csak ilyen minimál dolog. Ugye ez, itt ugye nyilván közvetlenül a paraméterekből is jöhet, hogy valami problémás. Sőt, csak a paraméterekből jöhet. Egyébként meg, ugye adjuk hozzá ezt az XY pontot a shape-hez, tehát az alakzatunkhoz. Jó. Hát tulajdonképpen ugyanezt csináljuk itt is. Mert ugye, hogyha itt valamit elrontunk a pontnál, akkor itt ez megint egy negatív szám lesz. No, tehát ha nem a, tehát ha fölcseréljük az x-et az y-nal mondjuk, lehetne annyi intelligencia benne, hogy akkor is működik. De mindegy, most ezt csináljuk így. Viszont ez nem a nem jó oldalhoz, hanem hogy nem jó pontok. Mondjuk. Csak ha netán elrontanánk a pontokat, akkor ez más hiba üzenetet írjon, bár ha más konstruktort használunk, akkor az úgyis egyértelmű, de legyen így. Jó, és akkor amit ugye nekünk kell, az a drawlines, hogy azt akkor meg kell írnunk. Itt két irányból közelítünk, egyrészt, hogyha van kitöltőszín, meg hogyha van sima ugye körvonalszín, ugyanis a fulltékben külön függvény van erre, tehát van egyrészt az FL rect F, illetve az FL rect, és ezeket fogjuk most használni. Jó, tehát egyrészt, hogyha van nekünk fill kolorunk,
tehát ha be van állítva valamilyen kitöltő szín, akkor ezt beállítjuk. Ugye a library-nek ezt szépen átadjuk, beállítjuk. Ugye ezután jön az, hogy hívjuk ezt a rect.f függvényt, és ugye ennek kell a két koordináta, illetve a szélesség-magasság. Ugye tehát a point 0, mert nyilván ez van. Ugye kell a point 0 y, illetve kell a lokális a és v, ugye? Nem, v és h. Nagyon fontos, vh. Ez a sorrend. Jó. És ha ez megvan, akkor hát igen, még kirezeteljük a színt. Csak hogy itt a fulltiknek ne legyenek problémái. Jó, tehát hogyha van kitöltő szín, akkor így kell. Ha van körvonal szín, akkor pedig megint csak annyi történik, hogy megint beállítjuk ezt a színt. És itt csak a sima FRect függvényt használjuk, és itt használjuk ugyanazokat a paramétereket nyilván, mint a rectf-nél, úgyhogy itt csak copy-paste-elünk egyet. Legalábbis reménykedek benne, hogy ezt most nem rontottuk el. És akkor ezt hogyan tudjuk használni? Ugye egyrészt tudjuk úgy, hogy adunk neki egy pontot, ugye ahogy a konstruktorban láttuk is, legyen ez a 150-100, és adunk neki szélességet és egy magasságot. Meg fontos, hogy adjunk neki egy nevet is, mert anélkül nem az igazi. Jó, és tudunk egy olyat, ez legyen a kettes, mondjuk ez legyen, hát mindegy, fölötte mondjuk. Hát majd meglátjuk, hogy esik. Tehát itt van egy másik, és itt pedig a másik sarkát adjuk, tehát a jobb alsót. Tehát ez a bal felső, ez meg a jobb alsó sarok. Jó. Adjunk neki kitöltőszint. Ez a rect 1. Csak hogy szép legyen. Hát mondjuk, nem mintha nem lenne mindegy, de csak hogy lássuk. Oké, és adjunk a kettesnek is. Ez meg legyen egy csodaszép kék. Jó, és ami még hátra van, hogy ezt is adjuk hozzá az ablakunkhoz. Na! Hát reméljük a legjobbakat. Hibák érkeznek. Jó. Itt nem XY van, hanem csak X, ugye? Hát ott elírtuk egy kicsit, de semmi gond. Jó, na és akkor nézzük, és itt van nekünk két csoda szép. Mi ez, téglalap? Téglalap, az lesz ennek a neve. Most már beírom, hogy pontosan mi ez, de szerintem ilyen téglalap. És az egyenlő oldalú téglalap, az meg a négyszög, ugye? És már csak ránézek, hogy nem beszélek itt hülyeséget.
Hát négyszög négyzet. Téglalap. Jó. Jövő héten esküszöm megnézem most már. Szevasz Miska, üdvözöllek. Jó, amúgy egy kis, pont jókor jött ide, egy kisebb szenvedésen vagyunk túl, de mindegy, most már működik, az a lényeg. Na, úgyhogy akkor van nekünk most már négy téglalapunk is. Szuper. Hát mi legyen a következő, legyen a következő mondjuk a... Ez a névtelen objektumok. Hát ez már mondjuk meg van itt írva, de akkor elkészítjük most újra. Ugye az lenne a koncepció, hogy nem mindig akarjuk azt, hogy nem mindig akarunk nevet adni ezeknek az objektumoknak. És emiatt csinálni kéne egy olyat, majd mindjárt mutatom is, hogy mi lenne a végeredménye ennek. Valami olyan konténert, ami ezekbe be tudjuk pakolászni. És akkor, hát meg kéne most ezt nézni. Illetve akkor ezt csinálnánk most meg. Csak itt a jegyzeteimet engedjétek meg, hogy kicsit átturkáljam. Ugyanis, ez következne most, hogy megpróbálnánk csinálni egy ilyen színskálát. Jó. És akkor ezt csinálnánk egy konténert, amiben ezt össze tudjuk szedni. Ami tulajdonképpen egy vektor lesz, de egy olyan vektor, amiben ilyen objektum, hát pointerek lesznek igazából. Ugye már rögtön, aki tapasztalt programozó, rögtön villog a jelző, hogy hát hogyha ez akkor ilyen pointereket tárol, akkor ott memória szivárgás, meg mindenféle ilyesmi. Hát igyekszünk nem belerakni memória szivárgást. Most ide fogjuk megírni. Ja. A shape-ünk alá, hogy ezt tudjuk használni. Úgyhogy ez egy olyan tehát egy olyan objektum lesz, amiben tehát egy olyan konténer lesz, ami ilyen objektumokat fogunk tudni tenni. Igazából semmi különös, mert a sima vektor lesz, tehát a sima vektor fölé fogunk húzni egy ilyen plusz kis saját réteget. De akkor kezdjük is el, és akkor megmutatom, hogy mire gondolok. Igen. Hát ilyen vektor tulajdonképpen. És a sima standard névtérbelit fogjuk használni. És ilyen t-pointereket fogunk benne tárolni. Ami tulajdonképpen ezek a hát objektumok lesznek. Pontosabban alakzatok. Jó? Azért van, hogy így akkor többet is tudunk ilyen alakzatot, több ilyen alakzatot tudunk tárolni, mondjuk tudunk 30 ilyen rectangle-t, vagy ilyesmit tárolni így egyben. Jó. És akkor tulajdonképpen egy ilyen konténert fogunk most elkészíteni. Ugye, hát megint legyen egy üres konstruktor, vagy egy ilyen default konstruktor, csak hogy simán létre tudjunk egyet hozni, illetve legyen olyan, amiben tudunk tenni többet, tehát tudunk már egyből tenni objektumokat, mégpedig pointereket. Jó, és majd mindjárt mutatom, hogy mivel, illetve hogyan működik. Csillag D. De ezt csináljuk már meg olyanra, hogy működjön egyre is. És akkor itt ugye csak tényleg ilyen null pointereket elég átdobálgatni. Jó.
és a törzsbe pedig csak az legyen, hogy adja hozzá ez a konténerhez ezeket az alakzatokat. És ugye ezt így akkor csak ki kell ifezgetni. Majd írunk egy saját pushback függvényt, ami tulajdonképpen annyit fog csinálni, hogy ez a vektorhoz fogja hozzáadni, tehát itt a belső vektorunkhoz fogja hozzáadni ezeket a pointereket. Jó, és akkor ugyanezt írjuk meg mindegyikre. Hát ez tényleg csak azért van, hogy ne csak egyre tudjuk létrehozni. Mondjuk elég lenne üresre is, és akkor utána az add függvénnyel adunk hozzá. Mindegy, legyen most így. Oké, és ugye beszéltük azt, hogy ugye ezek pointerek, tehát hogyha pointerek vannak, akkor bizony kell destruktor. És ugye ez a destruktor, ez azt kell, hogy csinálja, hogy majd végigmegy szépen az elemeken. Ide teszek is egy gyors nagybetűs tudót, hogy ne felejtsük el, csak előbb nyilván meg kéne írni magát az osztályt. És akkor legyen ez a pushback. Tehát írjuk meg, hogy mit csinál ez a pushback. Ugye legyen egy olyan, ami referenciát vár, az ugye az egyszerű, mert az ugye mehet a simába, azt ugye mi nem mi tulajdonoljuk tulajdonképpen, tehát itt csak referenciát várunk el. Azért az a különbség a kettő között, hogy ebben az esetben ugye nekünk akkor a memória felszabadítása nem kell foglalkozni. Mert azt majd fogja csinálni az akitől elkértük a referenciát, tehát akkor itt most nekünk azzal nem kell foglalkozni. És akkor így igazából csak a V-hez adjuk hozzá. Pushback és az est. Így van. Hát az esnek a címét, így van. Esnek a címét adjuk át. És ugye ezzel akkor nekünk nem kell foglalkozni, mert majd felszabadítja, aki akarja. És legyen egy másik pushback függvény, ami viszont pointert fog kérni, és ez lesz ez például. Ez a pushback fog itt hívódni a konstruktorban, mert ezek pointerek. És akkor itt egyrészt hozzáadjuk a V-hez, csak hogy legyen meg. Másrészt meg hozzáadjuk ez a onthoz. Mert majd ezt fogjuk felszabadítani. Tehát ezt az ondot, ezen kell majd végigmenni, hogy felszabadítsuk. Jó? És akkor innentől kezdve ezt már meg is tudjuk írni. Így van. Tehát az onnak a méretéig megyünk. Szépen egyesével. És annyit csinálunk, hogy egész egyszerűen töröljük az i-edik elemet. Legalábbis reméljük. Jó, hát aztán majd meglátjuk, hogy működik-e. Oké, és mi kell még? Azért nem ártana hogy valamivel hozzá tudunk férni. Meg nem ártana egy size is. Bár azt lehet, hogy hát nem árt az is. Jó, tehát akkor legyen egy ilyen operátorunk, ami hát tulajdonképpen ugyanaz, mint a sima konstruktor, vagy a sima vektornak ugye a subscript operátora. És mit is adjunk vissza, ugye mivel ez pointer, ezért a csillag V-t adjuk vissza, mivel hogy a V az pointer, de referenciájuk így van.
És hogyha akarnánk használni mástra is, mondjuk egy for each ciklusra, akkor kéne ennek a konstans verziója is. Ez igazából tényleg ugyanaz, mint amit a vektornál is néztünk befprogon. Semmi újdonság igazából. De itt még egy konst, úgy szó, ne maradjunk ki. Tehát itt ez tényleg ugyanaz történik, mint ott. Kell egy ilyen is, meg kell egy olyan is, hogyha a konst környezetbe akarnánk használni, akkor is tudja működni. Jó, és még legyen egy ilyen sima size getterünk, ami visszaadja a V-nek a méretét. Jó. Hát tényleg ez csak egy ilyen kis konténer. És akkor nézzük meg, hogy hogyan is tudjuk használni. Elvileg ide más nem is nagyon kell. Jó, na nézzük meg. Ezt most itt elegánsan kitörlöm. És akkor csináljunk egy ilyen konténert, amiben fogunk tenni ilyen négyzeteket, vagy télalapokat, ami most, hát valószínű egyenlő oldalú lesz, de mindjárt kitaláljuk. És hát csináljuk is meg. Legyen egy 16x16-os ilyen kis Matrix tulajdonképpen, aminek minden kockája majd legyen más színű. Így. Oké, és akkor csináljunk azt, és ezért lesz pointer, hogy adjuk hozzá, tehát nyomjuk ezt a pushback-et, és akkor, hogy miért pointer, mert hogy egy új négyzetet fogunk hozzá, egy új téglalapot, és ugye a téglalapot hogy kell csinálni, hát ugye point, és akkor itt jön a koordináta, hogy tehát a bal felső saroknak a koordinátája, ez most legyen hát 20x20-as, mert mondjuk legyen 20x20-as méretű a maga a kis kocka, és akkor itt ugye a koordináta az kell majd, hogy ugye 20-asával növekedjen lefele is, meg jobbra is. Tehát itt igazából elég annyi, hogy i-szer 20, illetve i-szer 20. Legalábbis így első ránézésre. Jó, és akkor ebbe nekünk már itt tulajdonképpen benne is lesznek ezek. Így van. És adjunk neki színt is, mert úgy lesz szép. De melyiknek? Ugye mindig az utolsónak adunk egy színt, tehát amit utoljára adtunk hozzá, az pedig legyen ez a VR size minus 1, ugye mert ez az utolsó, amit hozzáadtunk. És ennek állítsuk be a kitöltő színét. Ugye ez egy referenciát ad vissza. Így van, egy referenciát ad vissza. És mi legyen a szín? Ugye itt a kolornál, ha emlékeztek, ugye itt, aha,
Tehát itt át tudunk adni ilyen sima integert is, és akkor ez valamilyen szintit be fog neki állítani. És láthatóra teszi. Hát akkor használjuk ezt a konstruktort. Hát hogyan tudjuk ezt? Ugye 16-osával megyünk. Hát akkor ilyen nagyon egyszerű kis iszer 16 plusz J. Hogy ez pontosan milyen színek lesznek, azt nem tudom. Az biztos, hogy végig fog tudni menni majd azokon a színeken, amik ott vannak. Meglátjuk. Legfeljebb nem lesz jó, de az biztos. Jó, és akkor amit még kell, hogy ezt tegyük is föl a screenre, pontosabban a window-ra, és nyilván mindig az utolsót. Size minus 1. Jó. Hát reméljük jól alakul, de fordítsuk, nézzük, hogy jó-e. Ez mindig misztikus, ha elsőre lefordul. Ah, és működik is elsőre. Az szuper. Hát és ilyen kis szép színskálát ad ki nekünk. Remélem jól látszik. Hát lehet, hogy kicsit nagyítok rajta, hogy ne üsszorúszas legyen. Legyen a vászon is egy kicsit nagyobb. Meg legyen ez is. Mondjuk ez legyen, hát 40, megnézzük, hogy belefér-e. Mondjuk ezt ki is lehetne matekozni, 16x40. 400, az 640, akkor még nagyítani kell rajta. Legyen 800x800. És akkor jó lesz. Na, így már oké is. Jó, rendben van. Hát, igen. És ami itt ugye nekünk érdekes, hogy ugye itt csak ilyen névtelen objektumokat dobálunk befele, amit ugye a heap-en hozunk létre, tehát a szabadtárba hozzuk létre, és tulajdonképpen ezeket csak így simán beledobáljuk ilyen pointer szinten, tehát ilyen pointereket dobálunk bele ebbe a vectorref konténerbe, amit ugye itt is a sima pushback függvénnyel tulajdonképpen, tehát ezzel. Ugye ezt használjuk itt. Ugye használhatnánk referenciákra is, az egy kicsit más, illetve használhatnánk itt konstruktorral is, és ugye használhatjuk tetszőleges alakzatra, de tetszőleges típusra is. Jó, rendben van. Hát itt ezzel most nem kellett foglalkoznunk, és akkor tulajdonképpen így néz ki ennek a dolognak az eredménye. Mondom, itt tényleg az csak, hogy ilyen névtelen objektumok, ez ezért érdekes. Ja, amire itt nyilván figyelni kell, hogyha ezek pointerek, és ugye itt pointereket tartunk nyilván, már pedig ugye pointereket tartunk nyilván, akkor ezt mindig csináljuk. Tehát ne felejtsük el, ha mi hozzuk létre, akkor ha mi foglalunk memóriát, akkor szabadítsuk is föl. Jó, rendben van. Na, ami még hátra van, de nem ma fog bekövetkezni, az a szöveg. Hát, hogy csináljuk most? Mondjuk ez lehet, hogy nem olyan hosszú. Csak rápillantok. De ez hosszabb egy kicsit. Úgyhogy ezt áttesszük péntekre. Lesz a szöveg, a kör. Megnézzük, hogyan kell kört rajzolni. Illetve pár még ilyen apróság, ilyen kis jelölt sokszögek, meg a kép, hogy hogyan kell képet rajzolni. Ezeket fogjuk megnézni pénteken. Jó?
Úgyhogy én alapvetően ennyit gondoltam mára. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.